Nagyszabású munkálatok folynak a Boddi pincészet birtokán, már az április végére ígért újranyitásra készülnek, amit Orbán Viktor miniszterelnök jelentett be szerdán. A vendéglátók teraszai akkor nyithatnak ki, ha elérik a 3,5 millió beoltott embert. Bár még csak a teraszrészt kezdhetik el üzemeltetni, Pölöte Norbert, a cég vendéglátó igazgatója elmondta, mi mindennel készülnek a nagy napra. A tónak a medrét tisztítjuk, takarítjuk, fákat ültetünk, zöldövezetet bővítjük. Hát ilyenekkel próbálunk, és hát természetesen a szakmai dolgokkal, a tavaszi-nyári új étlappal Magnorbi séfünk és csapata egy nagyon jó, rugalmas étlapot, a régi, bevált hagyományos standard ételeink, amit nem lehet levenni az étlapról, de természetesen sok újdonsággal. Fertőtlenítik a teraszokra kihelyezett asztalokat és székeket a tolnai cukrászdában. Itt hamarosan 25 vendég férhet el, amint dönt a kormány a nyitásról. A vendéglátó ipari egység vezetői és dolgozói nagyon várják már ezt a pillanatot, és több újdonságot is terveznek az alkalomra. A kínálatot bővítik, a poharakat, tányérokat tisztítják, annak pedig külön örülnek, hogy a kormány eltörli a teraszok díjait is, hogy ezzel is segítse a vendéglátó egységeket. Készülünk egy-két újdonsággal is, mint például nyitunk fagyizót, itt a terasznak az ajtaján lesz. Igazából nagyon várjuk, nagyon sok embert várunk, gondolom nagyon sokan jönnek majd kávézni, fagyizni, örülnek, hogy kiülhetnek majd a teraszra, reméljük az időjárás is kegyes lesz hozzánk. Az elvitelre való kiszolgálás meg fog maradni, mert egyrészt nem minden vendéglátó egység rendelkezik terasszal, másrészt a többség nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy kiessen ez a bevételi forrás. A szabályok pedig ugyanazok lesznek, mint tavaly. Az éttermekben megtartják az asztalok között a megfelelő távolságot, a személyzet pedig maszkot fog viselni.